Ez a bálázógép még július elején égett ki Sényő határában. A munkagép mellett 5 hektáros területen a learatott búza, valamint 6 darab körbálás szalma is kigyulladt. A betakarítási munkálatoknál a surlódó alkatrészekkel működő mezőgazdasági gépeknél a hőség és a szárazság miatt fokozottan tűzveszélyes állapot alakulhat ki. Éppen ezért aratáskor is be kell tartani a tűzvédelmi szabályokat, különben könnyen odaveszhet a gép, de rosszabb esetben a termés is. Ezeket megelőzendő, ugye a mezőgazdasági szakemberek korábban ugye elvégezték az erőgépek, munkagépek szemléjét, ezek dokumentumait maguknál tartják, de tűzoltókészüléket, megfelelő minőségi tűzoltókészüléket is készenlétben kell, hogy tartsanak. Figyelemmel kell lenniük a védőszántás fontosságára, és az említett erőgépeknél a megfelelő állapotot nem csak a korábbi szemle során kell majd megtartani, hanem a teljes aratási időszak alatt is. Idén a megyében ugyan a márciusi és áprilisi főidőszakban csökkent a szabadtéri tűzesetek száma, de így is jelentős számban vonultak ki a tűzoltók ilyen esethez, köztük a mezőgazdaságot érintőhöz is. Jelenleg 142 szabadtéri tűz felszámolását végezték el ebbe az évben a megyebeli tűzoltók. Ezek közül néhány volt ilyen mezőgazdasági, kifejezett mezőgazdasági tűz jellegű. Az említett erőgép, munkagép gyulladt ki, volt, hogy már learatott tábla, össze nem húzott szalmája gyulladt ki, volt, hogy gyermeki tevékenység miatt gyulladtak ki már összehúzott bálák, bálázott mezőgazdasági termékek. A tűzesetek megelőzése érdekében nem csak a gépeket, de a betakarítást érintő szabályok betartása is fontos. Továbbra is kiemelt veszélyforrás a dohányzás, ez a gabonatáblákon és a gépek fülkéiben tilos, aratás idején a gabonatáblától legalább 15 méterre biztonságos, éghető anyagoktól mentes helyen lehet dohányzó helyet kijelölni.